Na hát, sziasztok így hosszú idő után. Kb. Azt hittem, hogy 2023 lesz az eddigi legjobb éve, mit leszek a legboldogabb, és ez így is indult. Kanári-szigeteken lakóautózás veletek, szörfözés, Izland, Ausztriában bikeparkozás a családdal, felfedeztük Skóciát, ott voltam a kerékpáros világbajnokságon. Családos sportolások, rengeteg bringázás a Balaton körül, életem formájában voltam, olyan mozdulatokat, olyan dolgokat csináltam meg, mint még soha, és azt hittem, hogy most vagyok a fizikumom csúcsán. Olyan volt ez az egész, mint egy álom, majd egyszer csak vége lett mindennek, és egy rémálom következett. Egy derékfájással indult az egész, az egyik reggel úgy keltem, hogy hát fáj a hátam, nehezen hajlok le, de úgy nem nagyon foglalkoztam vele, mondom, majd úgyis el fog múlni. Közben jött a Pump Track országos bajnokság, ahol hadd büszkélkedjek egy kicsit, Oliver lett az országos bajnok. Én fájós háttal hát se gyakorolni nem tudtam, biciklit se vittem, de a 11. helyen végeztem, úgyhogy erre is egyébként tök büszke voltam. De itt már hatalmas kínokat éltem meg, igazából hülyeség is volt rajta elindulni. Tulajdonképp napról napra rosszabb lett az állapotom, és már a járás is nehézséget okozott. Még koncerten is voltunk, ahol Oliver a nyakamban volt másfél órát, úgyhogy tényleg igazából semmit nem tudtam már csinálni a hátammal. Ez alatt párhuzamosan már jártam kezelésekre, masszázsokra, mindenféle mágnesterápiára, gyógytornászhoz, de semmit nem javult az egész, sőt egyre rosszabb lett. Hát egyszer jött egy ominózus pillanat, amikor tüsszentettem egyet, és úgy beállt a hátam, hogy onnantól kezdve nem tudtam járni. Rami vitt be az ágyba, és onnantól kezdve egy héten át feküdtem, és szó szerint értem ezt. Tehát aznap, amikor tüsszentettem, akkor nem is ettem már semmit, mert nem tudtam volna elmenni WC-re. Életemben nem éreztem még magam ennyire kiszolgáltatottnak, ennyire szomorúnak, ennyire mérgesnek. Mindig van lejjebb. Most már hivatalosan is járásképtelen vagyok. Nem tudok se felülni, se felállni, se sétálni. Yeah, pár napja már, hát nem poénkodtam, de előre vetítettem, hogy még van 2-3 napom addig, hogy ne tudjak járni, de úgy azért így magamban úgy voltam vele, hogy ez azért drasztikus, de végül tényleg így lett. Úgyhogy rettentően el vagyok keseredve. Ez a csalódottság még most is itt van velem, mert hát javul ugyan az állapotom, de egy a... Hát azok a mozgások, amiket eddig tudtam csinálni, azok még nekem most így egyelőre elérhetetlennek tűnnek. Az első tipp, hogyha valami bajatok van, azt semmiképp ne terheljétek tovább. Nyilván gyerekek mellett ezt, aki szülő, azt tudja, hogy lehetetlen pihentetni egy derekat, mert folyamatosan fel kell venni őket, meg hát pakolászni kell dolgokat. Na a lényeg, hogy egy hét pihenés következett, itt már hát előtte semmilyen gyógyszert nem szedtem, itt jöttek az izomlazítók, a gyulladáscsökkentők, a fájdalomcsillapítók, abszolút szükségem is volt ezekre, mert tényleg feküdni se tudtam már a fájdalomtól. Hát ez a rész, ez a pokol volt, tehát nem gondoltam volna, hogy lehet még mindig rosszabb, és akkor tényleg a gyógyszerek után kezdtem helyre jönni. Na de mi a francstól alakulhatott ki ez az egész? Ilyen két részre próbáltam ezt így venni, egy lelki és egy fizikai oldal. A lelki oldalon biztos, hogy közre játszik a stressz. Nem egy ilyen klasszikus életmódunk van, ahol tele vagyunk rutinokkal, most is, tehát nyáron nem voltunk itt a lakásunkban 3 hónapot. Nehezen mondok nemet dolgokra, olyan munkákat is elvállalok, amikre egyébként nemet kéne mondani, úgyhogy abszolút túlterhelem magam. Nem akarom a gyerekekre fogni, de biztos, hogy van egy kis szerepük benne. Azért nagyon nehéz velük. A nem is gyakran elfogy. Ez is hozzájárul biztos a stressz szintemhez egy kicsit. Feszegetik a határokat, tulajdonképp ez a dolguk, de lehet, hogy jobban kéne rájuk figyelnem, mint ennyi munkát bevállalni. Na és hát van egy fizikai része. Ugye nagyon aktív életet élek, lehet egy kicsit túlaktívot is, rengeteg féle mozgást csinálok, próbálok tudatos lenni ezekben, szóval erősítem a törzsizmaimat, de mégis azért van egy hanyagtartásom, ez már gyerekkorom óta, lehet, hogy jobban oda kéne rá figyelnem. Balaton átúszás, ott is azért mellbe, nem tudom mennyit úsztam, nem szoktam egyébként úszni, ott is tökre visszatört a derekam. Egyébként meg bringázok, az pont ellentétes ezzel, de közben szörfözök is, ahol megint csak homorított helyzetben vagyok, szóval eszetlenül csinálom szerintem egy kicsit. Mindamellett a munkám nagy része az, hogy ülök és videót vágok, vagy a telefon nyomkodom, nincs egy dolgozó rész, szóval általában ilyen félig fekvő hanyag pozíciókban csinálom ezeket, tartósan van, hogy órákon át, tudja, hogy az se jó a hátamnak. Úgyhogy jaj, de most így bedobáltam mindent, szerintem ezek összeadva hozták ezt a mostani helyzetet. Idénre kitaláltam ezt a top 12-ös mozdulatsort, és hát itt láthatjátok, hogy
Mennyi ütődés éri a gerincemet, és sokáig annak voltam a híve, hogy sok dolgot szeretek 80%-on csinálni, és hogy ez mennyire jó nekem, ellentétben azzal, mintha egy dolgot csinálnék a maximumon, és lehet, hogy itt is be kéne látnom egy kicsit, hogy lehet, hogyha egy dolgot csinálsz a maxon, ahhoz jobban hozzá tudsz szokni a szervezeted, mint hogyha rengeteg mindent csinál 80%-on, és pont ahogy mondtam, hogy bringa, szörf, ilyen szalt, olyan szaltó, folyamatosan odaütöm magamat mindenhova. Na, szóval értitek, lehet, hogy mégsem ez a jó recept. Pedig annyira jól álltam már, annyira büszke vagyok ezekre a mozdulatokra, iszonyat sok munka volt bennük. Muszáj lesz abba hagynom, mert egyszerűen nem bírom, hát nem tudom. Bocs a nyafogásért, hogy ez egy ilyen vlog lesz, de szerettem volna ezt nektek elmondani, mert nagyon frusztrált az is, hogy nem videózok. Próbálok megoldást találni, és hát van egy csomó tanulságom már most. Az első tanulság az talán, hogy nem lehet ennyi mindent ilyen szinten csinálni. Azt hittem, hogy lehet, de úgy tűnik, hogy hát szólt a testem, hogy tanikám, ez nem így működik. Második tanulság az, hogy nem vagyok már fiatal, lehet, hogy ezek 10-20 évesen mentek volna, haladok a 30 közepe felé, át kell gondolnom ezt az egészet. A harmadik felismerése az, hogy mennyire függök ettől az egésztől, mennyire függök a sportolástól, mindenféle mozgástól, ugyanis a melóim 100%-át le kellett mondani, mert mindegyikhez valami olyan dolgot kellett volna csinálni, amit most képtelen vagyok. Ez nyilván hozott egy ilyen egzisztenciális szorongást, szóval mondom, elég mélyen vagyok most. Próbálok rengeteget pihenni, ha nézzünk egy pozitív oldalát az egésznek, nagyon szeretek ugye olvasni, és hát kevés időm van rá, most párhuzamosan 4-5 könyvet is olvasok egyszerre. Hát, azt is meguntam nyilvánvalóan. A TikTokot azt kijátszottam, végiggörgettem az összes videót, a legundorítóbb hely egyébként a Földön, szétvitte az agyamat így a social media az elmúlt időkben. Ha ezt tanácsolhatom nektek, próbáljátok meg ezeket. Az is ennyire ellentmondásos, hogy itt egy YouTube videón, ahol így nézitek a telefont, itt mondom el, hogy ne nézzetek social médiát. Legalábbis a mértéket azt találjátok meg, mert szétviszi az ember agyát, ezt állítom. Nem alszok jól, egyszerűen nem tudom úgy lefárasztani magam, csak mentális dolgokkal, gondolkozásom, mint hogyha a fizikai térben is mozognék, tehát egyszerűen szükségem van az edzésre, mert egyszerűen nem fáradok el úgy. Szóval a konklúzió az, hogy biztos, hogy kéne valami olyan irány is nekem, ami nem csak a mozgásról szól, de akkor most mit csináljak? Főzzek? Rappeljek? Verseket írjak, mondjak fel? Politizáljak? Vagy szájáljak másokról itt az interneten? Egyszerűen nem az én világom, én mozogni szeretek. Itt is szeretnék Raminak hatalmas köszönetet mondani a türelméért, mert rettentő idegesítő voltam az elmúlt időkben, ezt aláírom. Köszönöm szívem itt is neked a rengeteg segítséget, hogy az ágyba hoztad a kajámat, elkísértél WC-re, a gyerekeket menedzselted, nem tudom mi lenne nélküled. Imádom Alice meg Olivért egyszerűen, annyira jól tolerálták ezt a helyzetet, jöttek oda az ágyba, hozták a játékokat, és hát fekve ott játszottam velük mindig. Számotokra is legyen valami tanulság ebben az egészben, nekem még nem tudom, hogy most hogyan lesz tovább, nyomom a rehabot ezerről, aztán valami lesz. Figyeljetek az apró jelekre magatokon, mind fizikailag, mind mentálisan. Vegyétek ezeket komolyan, mert egy csomó kis hülyeségnek is lehetnek komoly következményei. Kisgyerekes szülők, anyukák, apukák, tartsátok magatokat fitten, biztos, hogy az sem segített a helyzeten, hogy hajnalban hidegen a gyerekágyba benyúltam, és akkor ott abból ilyen lehetetlen pozícióban emeltem ki Alice-t folyton, vagy a játékokat, ahogy szeded össze, egy kis dologból is lehet komolyabb sérülés. Álljatok több lábon, ha fizikai munkát végzel, mindig legyen egy B-terved arra, hogy mi van akkor, hogyha az egészséged elromlik, és ugyanitt az egészségedet mindig nagyon értékeld. Mert egy van ebből neked, ez a tied, és hát nagyon meg tudja nehezíteni a dolgokat, hogyha nem vagy rendben. Köszönöm, hogy végighallgattátok a nyavalygásomat. Van egy-két videó ötletem, még ilyen régebbi, sosem látott felvételeket, lehet, hogy így majd a következő videóban bemutatok nektek. Addig is vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel a csatornára, mert azért innen nem fogtok menekülni tőlem, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!